Na jó reggelt, végre visszatértem újra ebbe a kis videózásos live-ba. A helyzet az, hogy az elmúlt napokban valamiatt nem is az, hogy elment a kedvem, de annyira rászoktam arra, hogy fenn voltam későig, mert videókat, meg fotókat kellett szerkesztenem, és szerintem ilyen hajnali 1-2 vagy még tovább fenn voltam, és ma újra úgymond így megerőszakoltam magam, hogy felkeljek 5 óra előtt, úgyhogy lejöttem Sunny Isles Beachre megnézni, hogy milyen is lesz az a napfelkelte. Múltkori videóban beszéltem erről a helyről, nagyon-nagyon szép. Olyan, mint hogyha Dubajban lennél, mert ez az a partszakasz Miami-ban, ahol felhőkarcolók vannak végig a parton. Nem emlékszem, hogy mikor, de valamikor mostanában kell majd feljönni a napnak. A helyzet az, hogy hát Floridába is el tud jönni a tél. Ugye én még nem voltam itt soha így január magasságában, vagy majdnem február magasságában, és sokan írtátok, vagy kérdeztétek, hogy mik azok a hónapok, vagy időpontok, amikor nem érdemes annyira ide jönni, és az ember, hogyha a Miami-ra gondol, akkor rögtön az eszébe, hogy napsütés, meg tengerpart, és ilyenkor, hát január-február környékén azért most is éjszaka szerintem egy olyan 11-2 fokra lehűl a levegő, úgyhogy nem annyira kellemes, főleg, hogyha fúj a szél is mellette. Viszont szerencsére napközben, hogyha a napsütésnek jó kedve van, akkor vissza tud menni ilyen 25 fok környékére, ami már eléggé kellemes. Oké, és akkor, hogy mi is a fő célja most ennek a videónak? Múltkor mondtam, hogy megpróbálok picit több videót készíteni így magáról a helyről, meg hogy mindenről mesélgetni, de egyszerűen hihetetlen, az előző videóban említettem, hogy olyan tök jó lehetőségek meg dolgok jöttek, hogy ez nem fogja fel az ember, és egyébként ennek örülök, meg minden, csak megint nem volt az embernek ideje arra, amire így még pluszba szeretett volna figyelni. Decemberig még tök simán ment minden, és valamikor így január elején egyszer csak így bum, berobbantak a dolgok. És ugye nagyon sokan mondjátok, vagy vagytok így vele, hogy oké, tök jó ez a Miami-amerikás történet, de hogy valószínűleg én is csak bedőlök a látszatnak, mert hogy nem minden a homokos tengerből, meg a pálmafákból, meg az épületekből áll, és hogy igazából milyen is ennek a dolognak az igazi arca. És azt kell, hogy mondjam, hogy most már kezdek azért egyre több időt itt tölteni, egyre több emberrel. Az elmúlt, most már talán másfél hónapja vagyok itt, nem emlékszem, olyan bő 30-40-50 emberrel ismerkedtem meg, így azt számolgattam. És nem is csak megismerkedtem, hanem elég jó kapcsolatok, vagy haverságok alakultak ki így ezek a dolgok során, mind videósok, mind fotósok, mind modellek, fiúk, lányok, vegyesen, egészen 18 és 50 éves kor között. És azt nézegettem, hogy úgy egy olyan bő 70-80%-ban inkább ezek a latin emberek, akiket előző videókban is szoktam emlegetni. Nem, nagyon szeretem őket, mert ilyen hasonló stílusuk van, mint nekem jobban, hogy pörögnek, mint az idióta, és így. Szóval ez a része így megvan. És ugye Miami-ban a legtöbb embert azt ugye Dél-Amerikából találhatjuk, a különböző szigetekről, meg Dél-Amerika északi részéről, és ugye a maradék 5-10-15%-ba fekete, vagy ilyen afroamerikai emberekkel voltam úgymond együtt, valami hihetetlen stílusuk van egyébként, és talán az a maradék 1-5%, ami igazán ilyen fehér Európából származó ember, vagy Magyarországról származó ember, akivel töltöttem az időmet. Ezt azért mondom el, mert hogy próbáltam minél jobban megkóstolni azt, hogy mi a franc is van itt, belelátni az életekbe. Ja, és így a különböző munkák, meg fotózások, meg videózások miatt szerencsére eljutottam ilyen tök jó élményekhez, meg tök luxus dolgokhoz, ugye mind a motorcsónakozás, ez hihetetlen, hogy itt mennyi embernek van motorcsónakja. Belváros közepén lévő, nem tudom, 10-30. Emeleten lévő akármilyen luxus apartmanba, luxus autókhoz,
hihetetlen tényleg, amik vannak. De a városban tényleg mindenki arra akar rámenni, hogy minél nagyobbat, meg többet tudjon mutatni, és tök jó, hogy ezeket is úgymond látni tudtam, meg tudtam tapasztalni, és persze miért ne tetszene az embernek, de ugyanakkor ugye, amiről szeretnék beszélni, és amire nagyon sokan kíváncsiak, hogy tényleg mi is az az igazi. És így, ahogy beszélgettem, meg megismertem egyre jobban a többieket, elég nehéz itt mindenkinek elkezdeni az életet, főleg úgy, hogyha nem is ide született. És ugye azért mondtam, hogy ki milyen nemzetiségű, vagy honnan is jött, mert azért elég nagy hátránnyal indul valaki, hogyha nem egy ide született fehér amerikai ember. És jó, persze ennek nincsen sok köze ahhoz, ha te mondjuk magyar vagy és ide szeretné jönni, de valamilyen szinten mégis van. Pont tegnap találkoztam megint az a venezuelai csajjal, az előző videóban pont meséltem róla, és vele dumálgattunk, és mondta, hogy nem volt otthon azt hiszem 2 éve vagy 3 éve. És nagyjából ez van, hogy elég rosszak a dél-amerikai országban a helyzetek, és próbálnak az emberek átjönni, ugye nyilván a jobb munka, a pénz, minden hülyeség miatt, de az, hogy itt el tudjanak menni dolgozni, vagy egyáltalán csak iskolába járni, vagy bármit el tudjanak kezdeni, nem mehetnek haza 1, 2, 3, 4, 5, ki tudja hány évig. És nagy valószínűséggel, hogyha te ugyanígy magyar vagy, és jössz ide, és itt akarnál valamit igazán kezdeni, ahhoz, hogy megkapjad a papírokat, és minden teljesen legális legyen, akkor valószínűleg van egy ilyen 1, 2, 3, 4, 5 év, nem tudom pontosan. Azok, akik ezt már végigcsináltak, valószínűleg pontosabban tudják, én csak azt mondom, amit a többiekkel beszéltem, de van ez a pár év, amikor te nem mehetsz haza, vagy ugye egyáltalán nem is hagyhatod el az országot. Persze tök jó körbenézni az államokban minden, de hogy nem mehetsz haza ki tudja hány évig, csak azért, hogy fixen le tudjál ide valamilyen szinten telepedni, eléggé nehéz dolognak hangzik, főleg úgy, hogyha nem jön veled a családod, meg nem jön veled senki, és úgymond egyedül kell itt lenned. És nyilván bármilyen képzettek ezek az emberek, első körben akkor sem a legjobb munkákat fogják megkapni, és ahogyan el is nézegettem, persze próbálkozik mindenki azzal, hogy előbbre jusson, meg minél jobb legyen, de a legtöbben csak ugyanígy sima helyeken dolgoznak. És persze az érdekes dolog még mindig a fizetés, mert az ember itt elmegy egy ilyen tök alaphelyre, és ha jól csinálja a munkáját, ki tudja, 10-20 dollárt össze tud szedni óránként. Azért ez egy havi szinten Magyarországhoz képest persze elég jó fizetés. Árakra visszatekintve én még mindig azt tudom mondani, az éttermek azok rohadt drágák, de ha például csak így tárgyakat nézünk, műszaki cikkeket, mondjuk autóvásárlás, ruhákat, vagy nem is tudom bármit egyáltalán, kb. Fele áron futnak, mint otthon Magyarországon. Ugye nyilván a sok adó, meg az áfa, meg ilyen hülyeségek nem jönnek rá, és ezért az ember tök könnyen hozzá tud jutni, és ezért van az, hogy az emberek itt ilyen eszméletlen hatalmas autókkal, meg mindennel mászkálnak, mert tényleg körülbelül fele annyiba kerül itt az új autó, mint Magyarországon. A kétszer akkora. Viszont ugyanakkor például a lakhatás. Mondjuk az ember össze tud szedni havi szinten 1, 2, 3 ezer dollárt, tegyük fel, hogy ügyesen csinálja a dolgát, és akkor is mondjuk Miami belvárosától képest egy olyan 30-40 vagy akár egy órányi autóútra fog lakni, vagy akar beköltözni valahova, akkor is simán 1000-2000 dollár havonta elmehet csak a lakhatás részére. Úgyhogy ez a része egyáltalán nem könnyű, és persze, amivel ilyenkor az embereknek a legtöbb nehézsége vagy hátránya van az, hogy az angolt nem beszéli anyanyelvi szinten. És szerencsére nem panaszkodok, mert úgymond elég jó angolom van, vagy legalábbis 99%-ban mindent meg tudok érteni, meg én is meg tudom magamat értetni, viszont akkor is adódhatnak olyan szituációk, amitől nem lesz annyira könnyű a dolog. Elég jól tud nézni a dolog szerintem még mindig, és amiért elmondtam ezeket a dolgokat, mert persze azért az embernek vannak ezzel a nyelvi dologgal nehézségei, és szerencsére az elmúlt időszakban azért az ember nem csak a partra járt le, meg nem csak ismerkedni járt el, hanem voltak különböző problémák, amivel el kellett menni bankba, a postára, autószerelőhöz, éttermekbe különböző szituációk adottak, boltokba különböző szituációk adottak, el kellett menni ilyen különböző helyekre, ahol okmányokat kellett például intézni, és egy csomó ilyen helyre, ami úgymond az átlagos életben benne van,
és például az iskolában erre nem tanítanak meg, főleg nem arra, hogy mondjuk egy teljesen idegen nyelven hogyan reagáljál le ilyen helyzeteket vagy szituációkat. Úgyhogy először úgy mondom, hogy minden nehéz volt, de szerencsére, hogy ezek jöttek, és hogy megtapasztaltam, most már könnyű kézzel meg tudok bármi ilyen dolgot csinálni, úgymond. És amit ezzel az egésszel úgymond ki akarok fejezni, hogy persze az ember mondhatja, hogy könnyű, vagy persze mondhatja, hogy nehéz. Azért mondtam ezt, hogy milyen sok embert úgymond megismertem, vagy milyen jó kapcsolatokra tettem szert, mert nekem ez mindig nagy problémám volt, hogy féltem attól egy teljesen tök új helyen, azt se fogom tudni, hogy kik is oda, hogyan, nem lesznek ismerőseim, barátaim, és csak egyedül fogok maradni, és ez nekem mindig, amikor Győrbe költöztem, akkor is, amikor Pestre költöztem, akkor is egy nagy dolog volt, és persze én az ember egy vadidegen kontinensre, nyilván hasonló a problémája, és tök örülök neki tényleg, hogy ez így alakult. Nyilván nem fogja pótolni úgymond a régieket, vagy az eddigieket, főleg nem a családot, vagy így a szorosabb kapcsolatokat. És ez a része persze eléggé nehéz lenne, hogyha azt kéne mondanom, hogy na hát akkor most 1-2 meg 5 évre nem mehetek haza, és ezt azért mondom el, mert lehet, hogy az előző videóimban úgy tűnt a dolog, hogy minden nagyon jó és minden nagyon könnyű, viszont tényleg nem akarok senkit arra bátorítani, hogy hagyj el az országot, menjen el egy másik országba, kezdjen egy új életet itt, meg kezdjen egy új életet ott, mert sehol sem lesz egyszerű, mert igazából saját magadat viszed mindenhova. És hogyha magaddal nem tudsz megbirkózni otthon sem, akkor a problémáid azok egyáltalán nem fognak elmúlni itt sem. Persze azért sokkal jobb, amikor 25 meg 30 fok van, napsütés van minden nap, és az ember nem tud egyszerűen szomorú lenni. Úgyhogy, ja, nagyon szép ez a hely. Múltkor itt voltam, láttam például egy ráját, úgyhogy tényleg eszmetlen ez a környék. Én nem tudok betelni a házakkal még mindig. Ez lehet az építészet vonal még mindig. De én nagyjából, hogyha összegeznem kéne, ugye mondjuk, hogy 4,5 hónapot voltam itt összesen eddig, aztán persze ki tudja, hogy ebből majd még mi lesz. Így, amit mondani tudok, nekem még mindig nagyon pozitív a véleményem, vagy a benyomásom erről az egész dologról így összességében. Vannak nehéz helyzetek, és ahogy mondtam, nem minden része könnyű a dolognak, nem ajánlom senkinek, jó, nem akarok senkit bíztatni, vagy bátorítani erre a dologra, hogy csináljon valamit, amit amúgy nem akarna. Úgyhogy tényleg én nagyon szeretem ezt a helyet, de hát, ja, egyszer haza kell menni, úgyhogy kiderül megint, milyen a tél otthon. Úgyhogy remélem, hogy összességében megint sikerült átadnom ezzel a dologgal kapcsolatban valamit. Ja, még van pár videóm ugye a fotózásra meg a videózással kapcsolatban, azokat mindenképpen beszeretném fejezni, és hamarosan fel is fogom őket majd tölteni. Ezen felül pedig, ja, hát remélhetőleg 2019-ben is tök jó utazások lesznek, hogyha már így említettem, hogy ilyen tök jól indult az év itteni lehetőségekkel, akkor remélem, hogy otthon is folytatódni fog ez a dolog. És hát ja, találkozunk Magyarországon!